vajdasági származású, jelenleg Szegeden élő Balázs Péri Soma életének legtöbb idejét a zongorázás teszi ki. A benne lévő tehetségre már egészen kiskorában felfigyeltek, és innen kezdődött az ő zenei pályafutása. Maga a zongora, meg a zene az véletlen jött. Mindig is jelen volt a zene, az anyáiknak köszönhetően. Természetesen viszont azt hangsúlyoznám, hogy nem klasszikus zene. Szóval, hogy mindig hallgattunk zenét, Jean-Michel Jarre, ez volt az egyik kedvenc, a Michael Jackson, nagyon szerettem őt, és hát maga a klasszikus zene, az véletlen jött, hát óvodában volt egy tanárnő, aki meghallgatta a ritmusérzékünket, adott ketté fadarabot, amit így össze kellett ütögetni ritmusra, és akkor úgy hallotta, hogy van valami közöm a zenéhez, és anyáiknak szólt egyből, hogy írassanak be zeneiskolába. És hát otthon volt egy ilyen kezdetleges szintetizátor, ami miatt a zongorát választottam, és hát ugye azért is, mert eleinte nagyon könnyűnek tűnt, aztán rájöttem, hogy hát ez nem így van, az is sok kihívással jár, viszont ez egy nagyon-nagyon nagy szerencse volt, és nagyon hálás vagyok ez miatt a tanárnőnek is. Vannak olyan hangszerek, amelyeken könnyebb, vagy épp nehezebb játszani. Méretben, formában és hangzásban is igen széles a felhozatal, de Somának mégis a zongorára esett a választása. Mindig is vonzott a zongora, meg mindig is jó volt nézni, hogy mások zongoráznak. Az első zongora verseny is, amikor a zongoratanárnőm bejelentett anyáknak, hogy én zongora versenyre megyek, akkor ők is néztek, hogy én is a zongora verseny. És amikor onnan sikerült elhoznom az első díjat, akkor gondoltam arra, hogy ezzel nekem foglalkoznom kell, és ez szerintem ez a hivatásom. Soma és a zongorázás közötti kapcsolat az átlag emberek számára elképzelhetetlen, ugyanis számára ez nem csak egy hobbi, mivel komoly erőfeszítést és időt áldoz rá. Egy jó szóval úgy tudnám leírni, hogy én is a zongora, én is a zene, egyfajta szimbiózisban élünk. Ha felkelek, zongorázok, ha lefekszek, előtte zongorázok. Tehát, hogy mindig egyfajta szükségletem, egy létszükségletem a zongora, úgyhogy nem is tudnám elképzelni anélkül az életemet. Az akkor még csak 14 éves fiatal tehetség jelenlegi pályafutásának csúcspontját a 2018-ban megrendezett Virtuózok tehetségkutató hozta meg, ugyanis korcsoportjában ő vehette át az első helyzetnek járó díjat. Ez a mérföldkő számos tekintetben változtatta meg az életét. Hát én láttam a tévében azt, hogy reklámozzák a Virtuózokat, hogy lehet jelentkezni, és én egyből szerettem volna, mert úgy gondolom, hogy azért mai világban ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, és egy nagyon jó kezdeményezés a Virtuózok, ugyanis klasszikus zenésznek nehéz kitörni, úgymond, és ez az egyik legjobb mód arra, hogy valaki kibontakozzon művészként is. Hát ez engem nagyon motivált arra, hogy jelentkezzek. Belecsöppentem egy olyan világba, amiről mindig is álmodoztam. Felléphettem nagyon-nagyon professzionális magyar zenekarokkal, megismerkedhettem rengeteg művésszel. Szóval tényleg egy olyan élmény nyújtott a Virtuózok, ami így, hát ami örökre megmarad. Bekerültem a döntőbe, hát én nem is gondoltam, hogy én addig eljutok. Én nagyon élveztem minden egyes percét, de úgy voltam vele, hogy jó, hogy most itt vagyunk, és ennek örüljünk, és amikor bejutottam a döntőbe, akkor kérdezték, hogy milyen zenekari darabom van. És hát mondtuk, hogy hát én szólóval készültem volna, mondtak, hogy ez nem jó, úgyhogy nekem az a szakasz, az a 2-3 hét, ami döntőig kellett, az életem egyik legintenzívebb időszaka volt, akkor gyakoroltam a legtöbbet, meg kell tanulnom egy zenekari darabot, és ez egy nagyon nagy ugró deszka volt számomra, és aztán nyilván sokkal egyszerűbb volt minden darabhoz hozzájönni, ez egy nagyon jó tanító jellegű időszak is volt. Elterjedt mondás, hogyha az ember ilyen fiatalon ennyi mindent kap, akkor később ugye ezt meg fogja unni, és ebbe bele fog fáradni. Hát ezt a magam személyben tudom jelenteni, hogy ez nem egyáltalán nem igaz. Olyan kapukat nyitott meg a Virtuózok, mint például ugye Placido Domingóval megismerkedhettem és koncertezhettem, hogy ez még megszázszorozta azt a motivációt és lelkesedést, amit a zene iránt érzek. Sokan csak álmodozni mernek azokról a külföldi nagyvárosokról, amelyeket Soma már koncertjei révén bejárt. Tehetségét megmutatta már Dohában, Katárban, Londonban, New Yorkban, Dubájban és még számos nagyvárosban.
Az utazások mellett lehetősége volt találkozni világszinten elismert művészekkel, mint például Placido Domingo, Andrea Bocelli, Stephen Hauser. Amikor New Yorkba mentünk koncertezni a virtuózokkal, akkor ellátogatott a koncertre Placido Domingo is. És hát büszkén mondhatom azt, hogy egy nagyon jó baráti és szakmai kapcsolatot ápoltok vele. És volt már több koncertünk is. Győrben, egy Győri Szabadtéri az orvosi dolgozóknak egy hálakoncert. És hát ő felajánlott egy összeget, amiből ezt egy csodálatos hangszert is vásárolhattam. És emlékszem, hogy amikor elküldtem neki ezt a hangszert, akkor ő küldött is egy ilyen hangüzenetet, amiben megmondja, hogy nagyon kíván sok boldogságot ezzel a hangszerrel, és hogy sok sikert, és hogy folytatjuk. Ezután történt a győri koncertünk is közösen. Ami még nagyon-nagyon nagy dolog, hogy meghívást kaptam Andrea Bocelli villájába nyáron, ahol felléphettem és zongorázhattam. Számos nemzetközi díjat is sikerült már megnyernie, azonban ami kiemelkedő mindközül, az a Junior Prima díj, amelyet azon 30 év alattiak kapnak, akik a szakmai zsűri döntése alapján a jók közül is a legjobbak. Az elismerések legtöbbször motiválják az embert, így Suma is komoly jövőbeni célokat tűzött ki maga elé. Ha belegondolnék, hogy hol leszek én, nem tudom, 20-30 év múlva, akkor az biztos, hogy annyit látok, hogy én is a zongora. Úgyhogy ez biztos, hogy zongora mellett szeretnék maradni. És hát nagyon, nagyon szeretnék koncertezni, mert, mint ahogy ezt én említettem, hogy ez egy nagyon nagy visszaigazolás, egy nagyon jó visszaigazolás szokott lenni. És az emberben ez tartja a lelket egy művészben, hogy a közönségnek játszhat. A fejlődés és a további sikerek elérésében elengedhetetlen szerepet játszik a rendszeres gyakorlás. Soma nem csak otthon, hanem tanárával is lelkesen gyakorol több órát is. Traffic Elman pedig nagyon szoros szakmai kapcsolatot ápol az ifjú tehetséggel. Hogy minél nagyobb a tehetség, annál nagyobb a kihívás. Tudnélik, a tehetség az egy fantasztikus adomány, az tényleg egy ilyen Isten adta fantasztikus ajándék, amit nem lehet mástól kapni. Tehát ez se tanártól, se senkitől, ez valahol a születésünktől jön. Segíteni kell, és segíteni lehet ennek a tehetségnek a kibontását, de ezt, hogy mondjam, csak adni nem lehet. Viszont azért nagy kihívás, mert a nagy tehetségnek az egyik legfontosabb tulajdonsága éppen az érzékenység. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes terület a nagy tehetség, mert nagyon könnyen félre viszi az érzékenysége a nagy tehetségű művészt. Hogyha rossz irányt kap, hogyha rossz irányba próbálkozik, nézelődik, akkor bizony nagyon könnyen hullámvölgybe tud kerülni. Én nagyon fényes jövőt remélek Somának. Ez természetesen rengeteg munka kell, de én azt hiszem ezzel nincs baj, ahogy én őt megismertem most, ő nagyon szorgalmas, hiszen a nagy tehetség az nem helyettesíti a munkát, sőt. Valaki minél nagyobb tehetség, annál nagyobb munka igényeltetik, hogy azt a nagy tehetséget azt valóban ki tudja bontakoztatni. De én ez Sománál érzem ennek a lehetőségét, úgyhogy megvan a munka, megvan a tehetség, és én azt hiszem, hogy minden körülmény adott, hogy tényleg egy olyan művészt kapjon a mi kis országunk, a mi kis társadalmunk, akiben mindenkinek öröme lesz, és büszkék leszünk Somára. Nagy kihívással jár már manapság, hogy az ifjabb generáció felé milyen módon lehet közvetíteni a komoly zenét, ugyanis a mai fiatalság körében ez a műfaj nem igazán felkapott. Soma erre is egy igazán hasznos és a fiatalok által is könnyedén befogadható módszert talált. Ezt egy nagyon fontos missziómnak tartom, hogy az én generációmban is próbáljam közvetíteni a komoly zenét, és erre én olyan eszközöket használok, ahol ez valószínűleg sikerrel is tud járni. A TikTokon is fent vagyok. Próbálom úgymond adagolni komoly zenét, meg klasszikus zenét mindenféle korosztály számára.
Ez úgy nyilvánul meg, hogy felteszek egy olyan zenét, amit mindenki ismer, egy mai zenét, utána egy klasszikus zenét, és ugye azt vettem észre a visszajelzésekből, hogy igazából egyformán szeretik ugyanazokat a videókat. A közvetítés mellett a motiváció és a lelkesedés is igazán fontos ahhoz, hogy később valakiből feltörekvő, tehetséges fiatal váljék. Úgy gondolom, aki ebbe gondolkozik, az már tudja, hogy mit szeretne. Nem véletlen gondolja ezt, és őt is biztatom arra, hogy jelentkezzen a Virtuózokba, hogyha van lehetősége, mert itt nálunk, Magyarországon, igazából az egész világon ez az egyetlen olyan műsor, ahol ők ki tudnak bontakozni.